Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, Húsvét 4. vasárnapján, papi és szerzetesi hivatások ima napján. Mai nap május 1. vasárnapja is van. Külön szeretettel köszöntöm az édesanyákat, anyák napján, papi és szerzetes hivatások világnapján megnyílnak a szeminárium kapujai, és a kispapok előzönlik az ország templomait, hogy tanúságot tegyenek, hitükről tanúságot tegyenek, hivatásukról, hogy ezt most mondhatjuk akár képletesen is, mert tudjuk, hogy igazából véve már kijöttek a szemináriumokból 2 hónappal ezelőtt is, otthon vagy plébánián készülnek továbbra is a papi hivatásukra.
olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mai vasárnapon, a mai szentmisénken két kispap testvérünk szolgál közöttünk. Az egyik kicsit köhögött, hogy ő már nem igazán kispap, mert ő már klerikus igaza is van. Szeretettel köszöntöm Máté Kristóf diákonus, az idei esztendőben szentelik őt pappá, és Odászi Gábort, aki negyedéves teológiai hallgató, mind a kettő az Esztergomi Egyház megye szolgálatára készül, az ifjú titánok, majd a prédikáció után hallgassuk meg az ő tanúságtételüket, mai szentmisénket, elhunyt szülőkért, Annáért és Károlyért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük Krisztus Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Mindenható örök Isten, vezess minket a mennyország boldog közösségébe. Jusson el híveid gyönge nyája oda, ahová előttünk ment Jézus, a mi erős pásztorunk.
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Pünkösd napján Péter a 11 apostol kíséretében előlépett, és hangos szóval így beszélt. Tudja meg Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, úrrá és messiássá tette. E szavak hallatára fájdalom járta át a szívüket, és megkérdezték Pétert meg a többi apostolt, mit tegyünk hát emberek, testvérek? Péter azt felelte, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Akkor elnyeritek a Szentlélek ajándékát. Az ígéret ugyanis nektek és gyermekeiteknek szól, és mindazoknak, akik távol vannak ugyan, de a mi Úrunk Istenünk hívja őket. Még más szavakkal is biztatta és buzdította őket. Engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből. Erre azok, akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy 3000 lélek tért meg. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, ha jót teszitek és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt. Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomában járjatok. Bűn nem követett el, s hamisság nem volt a szájában. Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra. Vétkeinket saját testében fölvitte a keresztfára, hogy meghalljunk a bűnöknek és az igazságnak éljünk. Az ősebei szereztek számotokra gyógyulást. Olyanok voltatok ugyanis, mint a tévelygő juhok, de most megtértettek lelketek pásztorához és oltalmazójához. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála!
Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenem. Abban az időben így szólt Jézus. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik. Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél. Jézus ezért így folytatta. Bizony-bizony mondom nektek, én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Ezek az evangélium igéi. Áldom téged, Krisztus! Krisztusban szeretett testvéreim! Ha a következő fogalmat halljuk, hogy Magyarország hangja, akkor szerintem egy emberként vágjuk rá, hogy Bőzsöny Ferenc. Mindannyian ismertük őt, hallhattuk az ő hangját, az ő orgánumát, ami egy kellemes, megnyerő hang volt, amely simogatta az embert, amely segített bennünket abban, hogy közelebb kerüljünk és megnyerő modorúak próbáljunk lenni. Annak idején még a szemináriumban tanított bennünket retorikát, hogyan kell szépen beszélni, hogyan kell tisztán beszélni. És ő azóta már a mennyországban van, és talán néha rázza a fejét, vagy fogja a fejét, hogy ja, ez a sok fiatalember, akit tanítottam, hogyan beszél, mennyire nem tud beszélni, mennyire nem tud artikulálni. Hang. Mennyire, de mennyire fontos, hogy az ember számára a hang. És nem csak az emberi hang, nem csak a szó, hanem a különféle hangok is. Mit tesznek? Ha háború idején meghallották őseink sziréna hangját, tudták, hogy menekülni kell a pincébe, az óvóhelyre, mert jönnek a repülőgépek és bombázás történik. Mai korunkban, ha meghalljuk a mentőautó, vagy a rendőrautó, vagy a tűzoltóautó szirénáját, tudjuk, hogy félre kell állnunk, hogy helyet tudjunk neki biztosítani. És ugyanúgy a hangnak mennyire van jelentőség az ember életében. Egy kismama, egy édesanya, amikor a gyermekét várja, beszél a gyermekhez, akkor az a gyermek meg tud nyugodni az ő szíve alatt. És ugyanúgy lehetne felsorolni még, hogy a hangnak, a szónak milyen jelentése van. Hogyan tudunk beszélni, hogyan tudunk tisztán és szépen beszélni. Ugyanúgy a krisztusi hangnak és mennyire nagy jelentősége van. És ez a legtökéletesebb, a legtisztább hang, amelyet az ember valaha is hallhatott. Mert ez a hang bátorít bennünket, hogyha kicsiny hitiek vagyunk. Lelkesít bennünket, hogyha félünk. Vigasztal bennünket, hogyha szomorúak vagyunk. És lehetne még sorolni tovább, hogy mit is jelent. De ez a krisztusi hang nem más, mint maga az Atya hangja. És nekünk papoknak, és nekünk keresztény embereknek is ezt a krisztusi hangot kell tudnunk továbbadni, ezzel a krisztusi hanggal kell megszólítani az embereket. És ma ezen a napon, amikor tanúságot tesz két fiatal ember, ők is hanguk által próbálják valamilyen formában megmutatni azt, hogy azok az imádságok, amelyek az égbe szállnak, amelyeket imádkozunk nap mint nap papír szerzetési hivatásokért, meghallgatást találnak. Így hallgassuk őket, így próbáljuk figyelni, és így adjunk hálát az Úristennek, hogy nap mint nap küld közénk olyan embereket, akik vállalják, akik meghallják az ő hívó szavát, meghallják az ő hívó hangját, és követik őt papságban. Nagyon érdekes helyzet ez a mai, mert a hivatásról, hivatás vasárnapja a mai, és én igazából nem a saját hivatásomról beszélnék, hogy az hogy alakult,
hanem arról, hogy az elmúlt 3/4 évben, amióta diakónus vagyok, mit jelent a hivatás. Ahogy Gyula atya is mondta, fontos a hang. Ha belegondolunk, a hivatás egy szó, betűk összessége, hangok összessége, ami igazából egy fogalmat jelöl, és ha csak a hangokat nézzük, akkor ez a hangoknak az összessége tulajdonképpen nem különbözik a telefontól, a létra, pad, kifejezésektől, mely hangok összessége. De ha magát a fogalmat nézzük, akkor sokkal a mélyebb. Hivatás. A hivatás az mindenkinek az életében megvan. Van, akinek papi hivatása van, van, akinek édesanyai, édesapai, de gondolhatunk a tanári, esetleg orvosi hivatásokra. A hivatás elköteleződés. Elköteleződés valami vagy valaki mellett. És az elmúlt 3/4 évben az Isten megadta azt a kegyelmet, főleg most így a mostani helyzetben, hogy a hivatásnak mind a pozitív, mind a mondjuk negatív oldalait is megtapasztalhassam. A hivatás elköteleződés. Döntés nap után, hogy kitartok, hogy hűséges leszek amellett, aki meghívott. Hűséges leszek az Isten mellett. A hivatásnak vannak nagyon nagy örömei. Gondolok itt egy ifjúsági hittanra, gondolok itt akár egy e-mailre, amelyben egy hívő megköszöni, hogy foglalkozunk vele. Vagy egy-egy pozitív gondolat, vagy csak annyit mondanak prédikáció után, hogy köszönjük, atya, ez most nagyon sokat adott. De megvannak a küzdelmek is. Megvan benne a fásultságnak a kísértése. Amikor azt látom, hogy dolgozok, küzdök, de igazából semmi eredményét ott, abban a pillanatban nem látom. A hivatásnak nagyon sok oldala van. Nem lehet szétszedni darabokra, hanem egy egészként kell rátekinteni. Gyula atya azt mondta, hogy próbáljuk rövidre fogni, illetőleg én próbáljam rövidre fogni. De most itt mondja mögöttem, hogy ami a szívem van, az a számon, ezt inkább hagyjuk. De a hivatás nagy felelősség. Mert valakit képviselünk. Papként Jézust, és róla kell nap után tanúságot tenni. És keresztényként is van hivatásunk, hiszen keresztényként tanúságot teszünk Jézusról. Amit most itt csinálunk, tanúságtétel. Mi arról teszünk most tanúságot, hogy én, mint diakónus, hogy élem meg a papságot, néhány perc múlva pedig Gábor arról fog tanúságot tenni, hogy őt hogyan hívta meg az Isten. De keresztényként arról kell tanúságot tenni, hogy Jézus Krisztus hogy van jelen az életünkben, a személyes életemben. És persze megvannak a félelmek, hiszen megeshet, hogy elutasítanak minket. Sokszor. De mégis bátorság kell hozzá, amit a folyamatos kapcsolat az Istennel megad. Így. Ezekkel a gondolatokkal adom át a szót Gábornak, aki most negyedéves vagy? Negyedéves lesz. Ő a szemináriumnak a közepén jár. Már benne van a szemináriumban, de jó. De ő nem sokára ő is majd diakónus lesz. És ő azt fogja elmondani, hogy az ő életében hogy hallotta meg az Isten hívását. Krisztusban szeretett testvéreim, felvéve az előttem szóló atyáknak a gondolatát és vonalát, a hang, amikor meghallottam az Isten hívó szavát, az többször szerepelt az életemben. Ha a Szentírásból kéne egy mondatot választanom, hogy mi az, ami a leginkább szól hozzám, ami kedvencem, akkor biztosan az Énekek énekéből keresném. Így szól, megtaláltam, akit szeret az én lelkem, megragadtam, és el nem engedem. Jó pár évvel ezelőtt egy hittan táborban elvállaltam egy előadást, a gyerekeknek az Isten kapcsolatról beszéltem. Miután befejeztem ezt a kis elmélkedést, az egyik kislány magasra föltette a kezét, és rám piromkodott, hogy Gábor, te azért beszélsz ennyire könnyen, mert te szerelmes vagy az Istenbe.
legyintettem nyilván, hogy kislányom, butaságokat beszélsz, de később újra és újra elővettem ezt a gondolatot, és be kellett, hogy valljam, be kellett ismernem magamnak, hogy igaza volt. Tényleg szerelmes vagyok az Istenbe. De ahhoz, hogy ehhez a kijelentéshez el tudtam jutni, egy nagyon hosszú utat kellett bejárnom. És ez nem azt jelenti, hogy én másabb lennék, mint a többi ember, nekem is vannak harcaim, nehézségeim és küzdelmeim. Az én életemben picit máshogy alakult a keresztény vallás, mint másoknál. Én nem vallásos családba születtem bele, nem is gyakoroltuk oda-haza a vallást. Ellenben 5 éves koromban édesapám elvitt minket sétálni a testvéremmel, és a panelházak dzsungelében barangoltunk. Hirtelen megpillantottam egy építményt, ami más volt, mint a többi. Hatalmas tornya volt, és kereszt volt a tetején. Kíváncsi voltam, és kérdettem édesapámat, hogy ez micsoda. Azt válaszolta, hogy ez egy templom. Itt az emberek imádkozni szoktak, és Istennel beszélgetni. Hát a gyermeki kíváncsiság az egyre erősebb lett bennem, és addig-addig kérleltem, hogy nézzük meg, milyen lesz az építmény belülről, míg végül bevitt engem. Belépve a templomba viszont olyan dolgot tapasztaltam, amire nem is számítottam. Belépve a hajóba hatalmas fényességet láttam, és azt hallottam, hogy körülöttem énekelnek, glóriát és állelúját. Pici gyermek voltam, és szokatlan dolgot láttam, hát nyilvánvalóan megijedtem, és kérdeztem apukámat, hogy ez micsoda. Ő döbbenten nézett vissza rám, hogy hát miről beszélek? Nincs itt semmi, nem történik semmi. Csak mi ketten vagyunk a templomban. Ez az Isten tapasztalat volt, ami elindított engem a vallás irányába. Vasárnaponként felváltva édesanyám és édesapám levittek a templomba, és hát szemlélve a pap mellett szolgáló kisgyerekeket, megtetszett nekem a minisztrálás, és egész hamar beálltam közéjük. A gyerekeket, pláne a minisztránsokat szokta azért foglalkoztatni, hogy egyszer-egyszer majd papi hivatásra adják magukat. És szokták is ugye a felnőttek kérdezgetni őket. Engem is megkérdeztek, de hát én nem szerettem volna pap lenni, én egyből rávágtam, hogy én pápa szeretnék lenni. Egy másik alkalommal, a minisztráns foglalkozás után, megbeszéltük a többiekkel, többi minisztránssal, hogy maradunk az esti szertartásra, segítünk a plébános atyának, és szolgálunk az Istennek. Hát igen ám, de valamiért egyedül maradtam, a többieknek biztos fontosabb dolguk akadt. A plébános atyám pedig szólt mise kezdeténél, hogy Gábor, itt az idő, indulhatunk, húzd meg a csengőt. Én pedig teljesen betoltam, és mondtam is neki, hogy Károly atya, ne haragudjon, de hát én legfeljebb tálcázni tudok, egyedül nem tudok minisztrálni, kész. Ezt felejtsük el, leveszem a minisztráns ruhát, és inkább kiülök a padba. Szeriden megveregette a vállamat, és azt mondta, hogy ne félj, majd én segítek. És valóban így volt, bár eleinte nem hittem el, de tényleg segített a szertartás során, illetve egy másik dolgot tapasztaltam meg a mise közben, hogy nem egyedül vagyunk ott, nem csak a pap mellett szolgálok, hanem ott van az Isten. Ő az, aki fogja a kezemet és segít, hogy mindent jól tudjak csinálni. Ez egy gyönyörű, szép, bimbózó kapcsolatnak volt a kezdete, 11 éves koromig tartott. Akkor ugyanis elvesztettem édesapámat. Nem tudtam igazából elfogadni és feldolgozni, hogy az az Isten, akit én annyira szeretek, akiben annyira szerelmes vagyok, elveszi tőlem az egyik legfontosabb szerettemet. Így folyamatosan elkezdtem leépíteni a hitemet és a vallást. Eleinte nem álltam be minisztrálni, majd csak vasárnapokként jártam le a templomba, végül az sem, és a legutolsó lépésként pedig elhanyagoltam a teljes hitéletemet. 18 éves korom környékén pedig egy barátom, aki látta, hogy nagyon sok nehézséggel küzdök és szenvedek, felajánlotta, hogy te, Gábor, mi lenne, hogyha lemennénk a templomba, és minisztrálnánk egyet úgy, ahogy régen. Tudod, ez olyan, mint a biciklizés, nem lehet elfelejteni. Hát ezt bátran állítom, tényleg, aki életében valaha egyszer is minisztrált, az soha nem fogja elfelejteni. Jó volt megtapasztalni, hogy a hívő közösség nem felejtett engem el, és úgy fogadtak, mintha soha el sem mentem volna, mintha csak egy nap telt volna el. De a legszebb, és ami leginkább a szíven ütött engem, az az evangélium volt. Mielőtt a plébános atya felolvasta volna, hátranézett, rám kacsintott, és a tékozló fiú példabeszédét mondta el. Mondtam, ez kész, hát ez lehetetlen. Pont ma, amikor visszajövök, ez lenne a perikópa, ezt kell felolvasni. Tudja, hogy megvárták, hogy ez jöjjön, és akkor majd jól lehívtak engem. Másik gondolatom pedig az volt, hogy biztos átlapozta és kikereste.
De nem. Rá kellett, hogy döbbenjek az isteni gondviselés volt e mögött. Az Isten valójában engem sohasem hagyott el. Mindvégig ott állt mellettem, fogta a kezemet, és arra várt, hogy újra fölkeljek, meghalljam a hangját, és kövessem őt, hogy együtt tudjuk folytatni ezt az utat. Rengeteg hasonló epizód volt még az életemben, ahol megtapasztaltam az Istent, meghallottam az ő hangját. De magának a döntésnek a folyamatát szeretném még nektek elmondani zárásképpen. Én nem 18 éves koromban mentem be a szemináriumba, előtte dolgoztam, és bőségesen voltak barátnőim is. Nem arról van szó, hogy csalódtam volna a világban vagy a lányokban, mai napig nagyon szeretem őket, de valamiképpen kevés volt nekem az a szeretet, amit egy másik ember tudott adni. Egy ember szeretete engem nem tudott kiegészíteni. És ekkor elkezdtem kutatni, hogy mi az, ami hiányzik az életemben. És rádöbbentem, hogy valójában az, amire én vágyok, azt a papságnak a metszetében fogom megtalálni. A szolgálatban és az Isten szeretetben. Miért is? Mert a pap az valójában Isten szeretetét tükrözi mindenki felé. A pap képtelen arra, hogy egyetlen egy embert szeressen. Arra van meghívva, hogy mindnyájatokat szeressen, külön-külön és egyenként. Pontosan úgy, ahogy az Isten. Ezért választottam ezt a hivatást, ezért döntöttem a papság mellett, és már harmadik éve benne vagyok, és készülök arra, hogy idővel engem is felszenteljenek majd. Hálás vagyok, hogy ma itt lehetek előttetek, már csak virtuálisan, és hogy tanúságot tehettem az Isten kapcsolatomról és a hivatásomról. Imádkoztam értetek, és ígérem, hogy továbbra is fogok értetek imádkozni, benneteket pedig arra kérlek, hogy imádkozzatok a papokért és hivatásunkért. Amen. Köszönjük szépen Kristófnak és Gábornak a tanúságtételét. Hiszem és vallom azt, hogy ez segít bennünket is, papokat is, akik már hosszú évek vagy évtizedek óta viseljük, hogy a hivatás, bocsánatomat azt mondom, hogy terheit, örömeit és szépségeit is, ez mindig erőt ad nekünk ahhoz, hogy most ebben az időben, amikor a kamerának kell misézni, és úgymond üres templomban vagyunk, csak a közvetlen asszisztencia van itt, de mindig úgy misézek, hogy az egész mennyei Jeruzsálem itt van közöttünk, azok a testvéreink, akik már az örökké valóságban, ugyanúgy, mint Kristófnak az édesanyja is itt ül a padban, vagy Gábornak is, hogy az édesapja, vagy az én édesapám, vagy elhunyt rokonaink, barátaink itt ülnek, és talán velük együtt izgulnak, hogy hogyan tudjuk mi megélni a kereszténységünket, hogyan tudjuk végigjárni azt az utat, amelyet ugye Jézus nekünk adott, vagy amire meghívott bennünket, hogy a teljességet meg tudjuk élni. Most pedig mindannyian álljunk fel, és valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Pancéus Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kén halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az atyától és a fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az atyát és a fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim Krisztushoz, örök főpapunkhoz,
aki jó pásztorként jött el közénk, hogy országába hívjon minket. Áld meg, Urunk, Ferenc pápát, főpásztorainkat és papjainkat, hogy a jó pásztor áldozatosságával vezessék a rájuk bízottakat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Légy, Urunk, jó pásztor az egész világnak, hogy békében éljenek a nemzetek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vezesd egységre nyájadat, hogy egy akol legyen és egy pásztor. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, a keresztény családokat, és támasz belőlük szent papi és szerzetes hivatásokat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj erőt a fiataloknak, akiket szolgálatodra kiválasztottál, hogy felelősségteljesen elfogadják és őrizzék a hivatás kegyelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg az örök élet boldogságát elhunyt szülőknek, Annának és Károlynak, akikért ezt a szent misa áldozatot felajánljuk, hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk és Istenünk, te a jó pásztor életedet adtad érettünk. Add, hogy sokan kövessék hívó szavadat, és a te áldozatos szereteteddel dolgozzanak a lelkekért, a kész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti áldozat által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme, szüntelen örvendezés forrása legyen, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, időn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újraéled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvét örömezét kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szentelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte,
tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek keletségben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. A Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal, hálatelt szívvel így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Feltámadás után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Békesség és
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életen. Krisztus testőrizze meg az örök életre. Most pedig közösen imádkozzuk el a lelki áldozás imádságát. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költöz a szívembe, és védj lakást bennem örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen, tiéd akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, illess meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most is szár engem. Krisztus kényszenvedése, erősíts meg engem. Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejts el engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A gonosz ellenségtől oltalmaz engem. Halálom óráján hív magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzád. És szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön, örökké. Amen. Könyörögjünk. Jó pásztorunk, tekints kegyesen nyájadra, és juhaidat, akiket fia drága vérén megváltottál, vezesd az örök élet országába, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek, de holnaptól május 4-től az állami hatóságok bizonyos területeken az országba enyhítést engedélyeztek. Budapest és környékére viszont ugyanúgy megmaradt ez a szigorítás, ugyanúgy megmaradt a szentmisével kapcsolatosan is, hogy csak odahaza vehetünk részt a szentmisén. Bíboros főpásztorunk megerősítette az eddigi közleményet, ugye ezzel kapcsolatosan
továbbra is a visszavonási, ugye ez van érvényben, minden vasárnap 9 órakor szentmisét közvetítünk itt a YouTube csatornánkon, minden héten szombaton frissül a honlapunk, ott mindenfajta információhoz hozzájuthatunk, és hogy akinek esetleg nincs ilyesféle, az segítse a másikat, mondja el, hogy hogyan is, mint tud közelebb kerülni, hogyan tud bekapcsolódni hozzánk. Több levelező listára is szombatonként küldök el egy-egy levelet, egy-egy gondolatot a vasárnappal kapcsolatosan. Ezt lehet tovább terjeszteni azoknak is, akik nincsenek fönt ezeken a levelező listákon, hogy végignéztem, több mint 100 családhoz tudunk így eljutni, tudok eljutni ezek a gondolatokkal, bízom benne, hogy akár fel is olvassátok egymásnak, hogy tovább terjeszthetitek. Ez is egyfajta hivatás, hogy a krisztusi hangot tovább tudjuk adni. Jövő héten, május 10-én vasárnap, mint ahogy mondtam, találkozunk ebben a formában. Május 11-e, ugye mert előre hirdetem, ez hétfő, ez egy hét, boldog salkázi sára szűz és vértal ünnepe, templomunk búcsú napja, egész napos szentségimádásunk lesz, reggel 8-tól délután 5 óráig, kint lesz az oltári szentség, jöjjünk, imádkozzunk, kérjük az ő bátorítását és erősítését, majd pedig este 6 órakor lesz az ünnepi szentmise, melyet Mózs Gábor püspök atya fog bemutatni, és azt itt fogjuk közvetíteni. Tehát május 11-én hétfőn, írjuk már be a naptárunkba, egész napos szentségimádás, 8-tól 5 óráig jöhetünk Jézushoz, fogadó órát tart, beszélgethetünk vele, majd pedig este 6 órakor szentmise fogunk bemutatni Mózs Gábor püspök atya vezetésével. Hála és köszönet mindazoknak a testvéreknek, akik anyagi támogatással is támogatnak bennünket ebben a nehéz időben, és mindazoknak, akik imádkoznak értünk, és imádkoznak ugye saját magunkért. Köszönet a két ifjú titánnak, Kristófnak és Gábornak a tanúságtételét, a bátorítását. Bocsánat, hogy így mondjam, kicsit színesebbé tették az ő hangjukkal a mai szentmisét, hogy nem csak mindig az én egyszerű orgánumomat kellett hallgatni. Ugye anyák napja van, mindig ilyenkor egy kis megemlékezést, jobban mondva, egy kis ünneplést is szoktunk tartani, mindig valamelyik fiatal szokta felolvasni, fiatal leány, vagy fiatal ember. Hát most is egy fiatal anyuka, egy 5 gyerekes édesanya fog egy verset felolvasni, és ezzel köszöntjük az édesanyákat is, köszöntjük őt is. Rózsa, légy szíves, gyere ide, addig mi leülünk. Dzsida Jenő, hálaadás. Köszönöm Istenem az édesanyámat, amíg ő véd engem, nem ér semmi bána. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, értem éjjel, nappal, dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke csak érettem fárad, köszönöm Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este imádságszál hozzád, gyermekért estve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban. Itt e földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad. Istenem, köszönöm az édesanyám. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vígaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vigasztald meg őket áldó kegyelemeddel, nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könnyű hullatását, áld meg szenvedését. Áld meg imádságát, melyben el nem fárad. Áld meg két kezeddel az édesanyámat. Hadd meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm, köszönöm az édesanyámat. Testvéreim, álljunk fel, és fogadjuk az Úristen áldását. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szentmise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.